Hát sziasztok! Itt mindig zajlik az élet, itt vagyunk Netmamiéknál, Imónál, Violánál és Lencsinél, aki most 7 hetes. Igen, szedem tölti. És nagyon ügyes, mert szokizik. Ami egy nagy öröm volt számotokra. Persze, meg könnyebbség, hatalmas, azt mindig elő lehet menni. És jött velünk Judit is, aki hozott ajándékot. Sziasztok! A mam háziasszonya, és valami fantasztikus segédeszközt mutatunk a szoktatáshoz. You better grab that tambourine, bring a bass. De szétszedjük neked, gyorsan lemossuk egy kicsit, és pont olyan, mint a rucikád, úgyhogy nagyon jól fogsz mutatni velem. És próbálhatod. Szétiszedhetem neked? Most nagyon éli a fogmosást. Nagyon ügyes vagy. Nagyon. Időben egyébként egész szépen megkérdezett. Tehát amikor kórházban voltál Lencsivel, akkor úgy valahogy úgy sikerült rábírni egyébként a fogmosásra. Kis pajzs a fogkefén azért van ott, hogy nehogy túl tudja nyomni. Úgy megvéditek attól, és így, ha nála van, az sem gond. Túl nyomni az a torkába? Pontosan. Vagy? Itt van a varázsdoboz, és első kérdés az volt Netmaminak, és láttuk, hogy milyen sokat szopizik a baba, és egyre több a tejed, igaz? Igen. Ahogy igen. Megy előre az idő, hogy mondtad, hogy így rácsodálkozva, hogy ez milyen? Igen. Hát ez olyan, hogy ez rátehető a cicire, és nem is megy le onnan, ugye? Bizony, ez egy hordható mellszívó. A mamnak az első hordható mellszívója. Úgy hívják, hogy Move egyébként, pont azért, hogy szabadon mozogsz, szabad mozgás, szabad kezek, amire minden anyuka vágyik. Hát szerintem ezt teljesen egyetértünk abban, hogy kicsit ezt is csinálnál, főznél is, kicsit a Violával foglalkoznál, esetleg takarítani, rendet rakni, bármi, és közben ugyanúgy tudod fejni a tejet a kis drágának. Láttál már ilyet egyébként? Láttam, de nem mamosat, hanem ilyen mindenféle márkájút az interneten, és egyik sem volt olyan kecsegtető, nem írtak olyan jókat róluk, mert gondolkoztam rajta egyébként, szerettem volna egy ilyet vásárolni tavaly, de végül nem döntöttem emellett, mert nem találtam olyat, ami úgy igazán megbízhatónak bizonyult, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre, hogy tényleg milyen. Vadi új egyébként, nemrég vezettük be az európai piacon, Angliával kezdtünk, és hát óriási a népszerűsége egyébként. Nagyon szeretik, főleg azért, mert olyan kis kompakt, de mégis sok tejet le tudsz benne szívni. Egyébként 150 ml-es a tejtárolója, és nagyon jól bírja 2 óráig. És abszolút kompatibilis. Mindjárt meg is mutatom. Csináljunk egy unboxingot, hogy igen. Hogy is néz ki? Miért jött az ötlet egyébként? Miért kezdtél el olyat keresni, ami hordható? Azért, mert amikor Violát szoptattam, akkor még az első időszakban, ugye amikor sokszor kellett neki fejnem, akkor én jártam egyetemre. És oda mindig vonattal mentem fel, akkor órák között is mindig kiálltam, állandóan fejtem. Az időszak az nekem abból állt, hogy én mindig fejtem, és annyira fárasztó volt, hogy jó, akkor leülök, akkor csak arra koncentrálok. Vonaton is ott dugdostam minden, hogy a pólómat, mert ugye be volt durranva a cicim, tehát muszáj volt valahogy megszabadulni a felesleges tejtől. Igazából ez volt a fő oka. Hát a kényelmetlen az maga az eszköz volt, nekem az is egy elektromos volt, csak egy ilyen sokkal nagyobb, tehát alapból maga a gépezet azért már egy ilyen ekkorát kitett, és akkor még ott volt hozzá a cső, a zsinór, akkor a maga a mellszívó részet, tehát hogy nagyon sok részből állt, nagyon sokáig tartott összerakni, felrakni. A ható mellszívónak pont ez lenne a lényege, hogy egyrészt csendes legyen, másrészt diszkrét legyen. Látok itt a dobozon is, nagyon jól beilleszthető egy melltartóba, ugye ez a Move, ami a magyar piacon elérhető, ez az egy darabos, tehát először az egyik melledet leszívod, utána a másik melledet. Nagyon kis kompakt maga a doboz is egyébként, én nagyon szeretem ezt a dizájnt. Akkor először is találunk benne egy használati utasítást, ugye ezt magyarul fogjuk benne találni. Van egy ilyen kis antikolik cumis üveg is, ugye ez a 160 ml-es, ez amit kérdeztél is, úgyhogy ez egy egyes fejjel van benne. A legfontosabb rész az nem más, mint maga a készülék, a mellszívó készülék. Ilyen kis cuki. Tehát nézd,
gyakorlatilag Viola már le is nyújtott. Ahogy látjátok, ugye ez a Mom Move, van itt egy ilyen kis csatlakozó, egy USB-C kábelt tudsz hozzá csatlakoztatni, ami ugyanúgy van a dobozban. És gyakorlatilag, tehát hát elég könnyű használni. Ugye itt vannak ezek a kis szilikon részek, és gyakorlatilag ez itt a 24 mm átmérőjű töltsér. Itt van egy plusz melltartópánt, ugye itt van az USB-C töltő, és van itt egy ilyen diszkét kis vászontasak, amiben bele tudod tenni. Te nábimbód méretéhez tudod szabni, azaz van még ezen a szilikon töltséren kívül, ez 24 mm átmérőjű itt, egy 21 mm-es, egy 17 mm-es, illetve egy 15 mm-es, ez így sorban. A melbimbóval, tehát ne tapadjon teljesen rá, és ne is legyen túl lazán, mert akkor lesz igazán hatékony a szívás, a mellszívás, hogyha olyan kényelmesen van rajta. Ez azért fontos, mert hallod, már rögtön el is indul. Rögtön van itt fejű üzemmód, vagy van ilyen stimuláló. Nézd, tehát így gyakorlatilag ez így behúzogatja, hogyha hozzáérsz, akkor érzed is. Igen. És tehát a legegyszerűbb egyébként, ugyanis a következő, hogyha rányomsz erre a gombra, akkor hallod? Aha, igen. Tehát hallani is, hogy nem a kis nyugtető stimuláló, hanem ilyen hosszan. Ez a csendes üzemmód. Igen, most pont ezt akartam mondani, hogy alig hallom, de valami más hangot hallottam. Igen, hát ezt biztos nem hallják. Ez a másik csendes üzemmód. És akkor itt van egy plusz, meg egy mínuszjel, 5 különböző intenzitáson tudod, tehát itt ez már 5-ös, mondjuk ha levesszük egy 3-asra, akkor gyakorlatilag úgy tudod teljes nyugalomban szívni. Amit én nagyon szeretek még a mamosban, hogy nem világít, nem tudom én, egy nagyon erős színben, vagy bármi ilyesmi, mert szerintem az zavaró, hogy igazából senkinek semmi köze hozzá, hogy te közben már szívsz. Ide tudod tenni a kis szilikonbetéteket, és pont akkor erre, amekkora a te mellbimbód kerülete. Itt benne is van, hogy hogyan kell lemérni, tehát nem a bimbódban méred le, hanem a mellbimbó körül. Már így évek óta nem nagyon voltunk sehol, és akkor most beszéltük, hogy jó lenne, de hogy ahhoz fejni kell. Igen, de amíg nem volt ilyenem, most már van, tök jó, csak hogy amíg nem volt ilyenem, akkor addig még altatás után nekem le kéne ülnöm. És nekem nem tudom, hogy ez mennyire fogja beindítani a tejemet, de alapból a fejése nem volt olyan jó tapasztalatom, mert nehezen jött le. Igen, pont ez a baj az anyukáknak vele, és azért... Azért legyünk őszinték, egyre több dolgot csinálunk. Tehát nem az van, hogy csak otthon vagyunk, és akkor nyugodtan leülünk a fotelba, és akkor 20 percig mellszívást végzünk, hanem sok dolog van, és így, hát a nők, ahogy Andi mindig mondja, mi szimultán szeretünk több mindent csinálni. Tedd bele a felsődbe. Úgy. A szoktatós melltartó azért jobb egy picit, mert tudod... Mert van tartása. De egyébként ez is megtartja nekem. Itt tudod bekapcsolni ezzel. Igen, ez a stimulálás, és most nézd, egyesen van. Tehát, hogyha ezt szeretnéd kicsit növelni, akkor rá tudsz nyomni. Most még csak a serkentés megy, tehát most még nem leszívja, hanem még csak serkenti. És hogyha benyomjátok még egyszer, akkor kezdődik a fejés. Ezt a másikat, úgy, és akkor itt fog világítani. És ez az egyes intenzitás. Igen, és most megint egyes, én feljebb venném a helyedben, Zsófi, úgy. Egyébként azt szokták mondani, hogy mindig, ez igaz, hogy mindig alacsonyan kezdjük. Igen, el, és alacsonyan akkor van, és akkor utána. Ha már nagyon hozzá vagy szokva a mellszívóhoz, akkor 3-ason, 4-esen is. Ó, csöpikézik. Mi az? Igen, anyának a cicijéből jön. Egyre több. Tetszik neked is? Leállítod? Jó játék. is. Ja, rendesen, folyamatosan. Ja, rendesen. És ez tulajdonképpen bálol, ücsöröksz, akkor működik. Hol lehet hozzájutni? Mert ugye ez egy vadi új készülék.
Igen, legelőször egyébként a mombaby.com.hu webshopon fogjuk bevezetni, és utána... Látjátok itt kiírva. Pontosan, és utána más webshopokban, illetve bababoltokban is elérhető lesz. Úgy kell keresni, hogy Move. Mom Move. Hogyha erre rákerestek, meg fogjátok találni. Ti vagyok az első, akinek ilyen van. Ez így van. Úgyhogy nagyon boldog. Pontosan, vagyok. Ez az első magyar anyuka, aki kipróbálhatja ezt a terméket, úgyhogy nagyon különleges. Nagyon izgalmas tényleg. Nézzétek meg, hogy milyen a lencsi. Hát a végig. Alcikázi. Aranybaba. Hát aranybaba. Itt vannak még itt. Nézd meg, mindegyiket megnézheted. Vannak még. Az a tied viszont, úgyhogy ezt nézd, ezt mi a sports cupunk már, ez már ilyen nagylányos. Van benne egy ilyen csepegésmentes rész is, azt is nem tudom, hogy szoktátok most használni. Ez pedig egy hőérzékelős kanál, ha 37 foknál magasabb hőmérsékletű az étel, amiben beleteszitek, teljesen elszíneződik. Milyen létezik? Ó, bizony. És nagyon-nagyon szeretik, és van hozzá még egy ilyen tartó is, úgyhogy ha használtátok, akkor csak be tudod dobni a táskádba, és nem kell külön még tartót hozni neki, hanem egyszerűen. Pontosan, pontosan. Van egy rövid, meg van egy hosszú a kis bébi ételes üvegekhez. A tiéd, ez pedig lenké lesz. Azért, mert ez meg egy nyuszika, és ezzel fogjuk az ő száját tisztítani. Neked már van fogad, úgyhogy te már nagy lány vagy, de még lenkének is tudjuk, jó? Szeretnéd? Hát ez lehet, hogy picit kicsi lesz neked. Úgy, tudja, hogy hogy kell kinyitni, hihetetlen. Nézd, ezek ilyenek. Ó, ezt mondja csak, hát tegyem már be a számba. Úgy is le kell majd. Igen. A Perfect Cumi pedig elvékonyított teljesen itt, úgyhogy így logopédiai szempontból is reméljük, hogy apuka is. Nem okoz keresztalapást, gondolom, tehát azért van, hogy ugye a fog, tehát tudjon zárni ugye a száj. Ez így van, a természetes zárt szájtartás legyen. Igen. És akkor nézd olyan, mintha itt a két kis fognak lenne is helyette. Igen, 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 ott elő van neki. Ezeket így nagyon szeretik, meg világít a sötétben, úgyhogy majd nem kell.